Az elmúlt nyáron 12 év folyamatos szereplés után kiesett az NB1-ből az apagyi asztali teniszcsapat. Ezek után távozott a paralimpikon Berecki Dezső, helyét a saját nevelési Pór Tibor foglalta el. A cél egyértelműen a bajnoki cím megszerzése és a feljutás volt, amit el is értek az apagyiak. Ráadásul úgy, hogy a csapat mind a 16 meccsét megnyerte a bajnokságban. A látottak alapján ez annyira magabiztos győzelem volt minden mérkőzés, hogy tulajdonképpen senki nem volt, aki megszólítsa a csapatot. Sima győzelmeket arattunk, nagyon egységes volt a csapatunk, és kijött a osztálykülönbség úgymond, hogy nagyon nagy a különbség az NB2 és az NB1 között. Nagy Balázs volt a húzó ember, aki egyetlen egy vereséget szenvedett el a bajnokság során, viszont a többiek is nagyon jól szerepeltek, a Hodász Laci is, a Pór Tibi, aki Erzsébet nyomta, az meglepően jó volt, és a Fodor István is magabiztosan szerepelt. Az apagyiak nem csak az NB2-ben indította a csapatot, hanem az alacsonyabb osztályokban is képviseltette magát az egyesület. A megyében egyedül mi mondhatjuk el magunkról, hogy ennyi csapatunk van NB-be, hogy összességében 4 csapatunk is szerepel, és NB3-ban is 2 csapatunk volt, abból az egyik a útfestők csapata az második helyen végzett, és feljutott az NB2-be. A másik csapat 6. helyet szerzett, de az reális is volt abban a csoportban, míg a megyei csapatunk 3. helyezést ért el a bajnokságba. Az NB1-es szezonra erősítésként érkezik a korábban több extraligás csapatban is szereplő Bari Csaba. Hosszú távon pedig saját utánpótlására szeretne támaszkodni az egyesület. Az utánpótlás vonalon ebben az évben ugye egész jó eredményeket értünk el, hogy a diáksport szinten a gyerekeink nagyon jó szerepeltek, országos szinten is, második helyezést értek el csapatba is egyéniben. Aztán most már bemutatkoztunk az igazolt versenyzők között is 2 fiúval és 1 lányversenyzővel. Közülük a kis Hanusság Fanni, aki még 2,5 évig lesz újonc a saját kórcsoportjában, 3 verseny után a kiemelkedő eredményeket érte el országos szinten, és már 17. a magyar ranglistán, és ezáltal meghívták most is egy nemzetközi edzőtáborba a szövetség. Úgyhogy bízunk benne, hogy a utánpótlásunk a következő években országos szintűre fog újra följönni. Az apagyi pingpong teremben a nyári szünetben is pattog a labda, a fiatalok folyamatosan edzenek. A felnőttek július végén kezdik majd el a felkészülést.